A posta vezetése az elmúlt napokban azt kommunikálta, hogy megtörtént a bérrendezés, ugyanis januárig visszamenőleg 10% béremelést adnak a postásoknak, csak hogy a valóságban gyakorlatilag nem történt semmi. Legelőször is feltette már valaki azt a kérdést, hogy ha tekintetbe vesszük, hogy a postások nagyobbik része nettó 150-200 ezer forintért dolgozik, és hogy a 10%-nyi emelés mire elég, a válasz nagyon egyszerű, korábban sem lett volna már elég, de most, amikor ilyen rekord magas az infláció, gyakorlatilag annyit ér, mint halottnak a csók. De ennél még rosszabb a helyzet, mert ez a 10% sem 10% feltétlenül. A Pofész szakszervezet közlése szerint, amely szakszervezetet egyébként kizártak a bértárgyalásokból, szóval ők azt mondják, hogy bizonyos feltételeknek kell megfelelni, hogy ez a béremelés megtörténhessen. Egy példát mondok, aki 40 éve a postánál dolgozik, ő esetleg kap 20-22 ezer forint emelést, szerintem az is méltatlan egyébként, de aki újabb dolgozó, tehát nem régen lépett be a postára, ott előfordulhat, hogy 4 ezer forint idézőjelben béremelésben részesül, ami gyakorlatilag nem nevezhető béremelésnek, de akinek emelkedett a fizetése nemrégiben a minimálbér emelkedése miatt, nála sem 10% az a 10%, ugyanis abban már beleszámolták, úgyhogy ha egy összképet akarunk felrajzolni, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan 5-8%-os béremelések lesznek átlagban a Magyar Postánál. Nem mindenki jár egyébként ilyen rosszul a postánál, tehát nem mindenki van ennyire alul fizetve, ugyanis a Magyar Posta vezérigazgatója és két helyettese havi szinten 20 millió forintba, további 27 vezetője a postának pedig 600 millió forintba kerül a cégnek. Balczó Barnabás vezérigazgató havonta 5 millió forintot keres, erre még rájön 650 ezer forint igazgatósági tiszteletdíj, 240 ezer forint egyéb juttatás és 20%-os prémium. És itt jegyezném meg, hogy Balczó Barnabás vezérigazgató úr nem válaszolt a levelemre, amit az elmúlt hetekben, hónapokban címeztem neki, és a postát érintő ügyekről érdeklődtem, és azt gondolom, hogy ez a fajta arrogancia jó jellemzi a Magyar Postát, nem személyem felé, mert nem én vagyok a lényeg, hanem a postások felé, mert én úgy gondolom, hogy ez elsősorban nekik szól. Úgyhogy nem lehet csodálkozni, hogy tömeges felmondási hullám indult el a postánál, és a Magyar Posta tovább robog az összeomlás felé, itt azonnali gyökeres beavatkozásra lenne szükség, de jelenleg ennek nem látjuk jeleit. A Mi Hazánk mozgalom viszont továbbra is kiemelt ügyként kezeli a Magyar Posta helyzetét. A magyar postások megbecsültségéért folytatott harcot tovább folytatjuk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk a jövőben is azért, hogy javítsunk helyzetükön. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.